A Dunaföldvári Magyar László Gimnázium igazgatóhelyettesét, Puskás Zsoltot kérdezem, milyen képzési formákkal várják az odaérkező diákokat? Jó napot kívánok! Dunaföldvári Magyar László Gimnáziumot képviselem, mi egy normál tantervű általános gimnázium vagyunk, mint az összes többi gimnáziumban 4 év alatt lehet érettségit szerezni, ami gyakorlatilag minden lehetőséget kínál utána a szakképzéstől a felsőoktatásig. A térség legcsaládiasabb iskolájaként szoktak bennünket emlegetni, azt jelenti, hogy kis létszámú gimnázium vagyunk, szinte mindenki mindenkit ismer, ezért nagyon jól működik a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, és nagyon gyors az információ áramlás. 2019. november 20-án lesz a nyílt napunk 8-12 óráig, ahol meg lehet tekinteni magát a gimnáziumot, az osztályainkat, illetve játékos tanórákon is részt vehetnek majd a diákok. Úgy gondoljuk, hogy a gimnázium feladata a diákok látókörének a szélesítése, ezért nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi vállalkozókkal, önkormányzatokkal, témaheteket szervezünk, pályorientációs napot, ezzel segítjük az érettségi utáni elhelyezkedésüket, illetve a pályaválasztásukat. A mi gimnáziumban nincs felvételi vizsga, hozott pontok alapján rangsoroljuk a diákokat, a 7. évvégi és a 8. félévi érdemjegyek számítanak. Mondtam, általános tantervű gimnázium vagyunk, 11-től lehet fakultációkat választani, szinte mindegyik tantárgyból a diákok érdeklődésének megfelelően. Emellett működtetünk szakköröket, éppen amire érdeklődés van, újságíró szakkör például, vagy rajzszakkör működik, és szervezünk nyelvvizsgára felkészítő órákat, illetve ECDL vizsgára felkészítő órákat. Ugye a nyelvvizsga annak ellenére, hogy nem követelmény most a felsőoktatásba való jelentkezésnél, de a diploma megszerzésének továbbra is feltétele, hogy nagyon fontos, hogy megszerezzék a gyerekek. Nagy hangsúlyt fektetünk a rendezvényeinkre és a hagyományőrzésre. Úgy gondolom, hogy nagyon jól működik az intézményünkben a hazaszeretetre nevelés, illetve a lokálpatrióta szemléletnek a kialakítása. Kirándulásokat, túrákat szerveznek a kollégák, és nagyon mozgalmas diák életünk van. Kapcsolatban vagyunk Dunaföldvár testvérvárosaival, ez a németországi Weikersheimot és az olaszországi Ossonát jelenti, tehát ki tudnak utazni a diákok, van rá lehetőség, illetve kapcsolatban kerültünk, kapcsolatot építettünk ki az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel, és próbáljuk magát a képzést, illetve a diákok figyelmét a szakmák felé, vagy a jövőbeni elhelyezkedés felé irányítani. És mire van általában a legnagyobb igény? Hát a pályaválasztásnál ez megmutatkozik, elsősorban a nyelvekre, mert nyelvvizsgára mindenkinek szüksége van, akkor most talán egy picit népszerűbbé válnak a mérnök képzések, úgyhogy a matematika, fizika, de aki jogásznak vagy humán területre szeretne menni, ők a magyar és a történelem fakultációt választják.